Kell csinálni. Na mutasd meg, csak mögötted van a nap. Ja? Oda megyek. Így jövök. Jövök a hegyen. Így. Éppen ugrattál, Lacus? Volt vagy 5-6 méter, nem számoltam. Buongiorno tutti! Hatalmas különbség, hogy életemben először idén felhúztam egy bukósisakot. Én is idén húztam először. Komolyan? Apa rákötelezett. Nekem meg anya mondta. Én utálom. Belepocskod a fejet. Utáljuk. Na újra, Szentlámreich Grebenzen sípája. Grebenzen. Grebenzen sípája, ezt majd kivágom. Mögöttünk ugyanúgy az ősök. Előttünk a fiatalság ugyanúgy. Kivéve, hogy mindkettőn tel idősebb. Igen. De még mindig fiatal. Lélekben fiatal. Nagyon jó időnk van, napos, kicsit meg is rottyant a hó így délutánra, de
De ugyanúgy bírjuk a síelést, nincsenek korlátok erőben, izomzatban, kitartásban. Nagyon kevesen is vannak a pályán. Tulajdonképpen kibérelt a Rigler család az egész pályarendszert, úgyhogy nagyon élvezzük a dolgot. Ja. Az ott elf, hogy holnap átmegyünk Murauba, megnézzük, hogy ott milyen a pálya. Minőségbeli ugrás lesz, de meglátjuk, hogy... Igen, igazából nekem ez a három lépcsős csákenyos felvonás az, ami... Az, ami nem fekszik, én úgy vagyok vele, hogy a síelés fárasztó, és a liftezés meg a pihenés része. Tehát itt ebben nem csákenyos, benne olyan egyszerű pihenni, mert ez is egy parányi izom munka. Tudod még közelebb tartani, nagy legyen a fejem? Így? Mi a fejem? Vagy... Messzeg akarod? De a fáj akarom. Jelentkezzünk ki. Sziasztok! Sziasztok! Na, meglátogatjuk kicsit a népet. Nézzük, kinyitják-e. Takarítás! Nem veszünk semmit. Takarítás. De nem veszünk semmit, sajnálom. Nem adok el semmit, csak takarítok. Hát akkor jöjjön, kicsit kéne itt a padlót, mert eléggé koszos. Rendben, bejárkálták. Csak kedvezek Dorkának egy kicsit a vloghoz. Jó, akkor Péter? Igen. Kérlek szépen, hogy utaztatok? Hát fárasztó volt az út. Ez az 5 óra? Ez az 5 óra, itt be is sötétedett addig, amíg ti itt ittatok. Igen, igen. Mi még pont fénybe jöttünk. Laci, te hogy érzed magad itt ezen a helyen? Hát egyre jobban, ahogy, fogy, az ahogy fogy a pohár tartalma, egyre jobban érzem magam. Hát értem. Általános igazság. Ez így van. Remélem, hogy behozol engem. Én már kezdem inni a kávémat, jelen, ez rossz. Meg kitalálom valamit. Hát itt majd ezt kivágom, jó? Valami. Se fogom. Na, majd lesz a videó. Megyek a másik szobába. Kop-kop. Kedves lányatoknak kedvezek. Megbízottam jó egy kis feladattal, hogy egy kis anyagot gyűjtsek neki. Úgyhogy, hogy utaztatok? Meséljetek. Királyra utaztunk. Csak rohadt messze. Ó, de hogy volt messze 4 óra Győrből? Pikpakit voltam. És 6 óra császártörtésről. Plusz egy-két visszafordulással, 7-8 óra. Igen, volt egy kis manőr. Én is úgy vezettem el a Győr külvárosáig, hogy nem volt nálam jogsi. Kétszeren jutott eszembe, hogy otthon maradt a személyigazolvány. De Lacusnak jogsia nem volt, pénztárcája. Amit nem is kértek a határon, csak átgurultatok ti is. Igen. Hüvegasztal, kanapé, 3 bőrkanapéval. Úgyhogy ezt kikérjük magunknak édesapámmal. Jó, ez az, aki dolgozik és hazahozza a pénzt. Két részre bontom, az első része az végsütemény. Kenyér. Igen. Kenyér. Igen. Kész is, kimondtad, nem még egyszer? Kenyér. Nem, még egyszer. Kenyér. Kenyér. Van 30 másodperc. 30 másodpercig még mond ki persze. Jó. Első szó. Igen. Ház. Doboz. Második fele. Jézusom! Miért nekem megvan? Ház. Mit csinál így? Nem segítünk. Fogalmam nincs. Petma. Korfa. És nem adunk hangot. Házőrző. Ja nem, háztűz. Mit csinál? Nem adunk hangot. De miért? Ja, tényleg. Milyen házi állat? Na, segítség! Nem telek, mindjárt. Pulyka. Meleg szív, meleg, tűz. Jó a pulyka. Tűz. Csirke. Tűzokádó. Sárk. Házi sárk. Na, végre!
itt vagyunk Mureuban, hát jöttünk ma. Egészen hihetetlen, hogy itt szinte csak magyarok vannak. Nem nagyon hallunk német szót, tehát most már mindenki van írva magyarul. Előttünk legalább 10 csákány magyarok vannak, mögöttünk is. Mindenki magyar. Mindenki Magyarországon magyar. Magyarországon vagyunk igazából. Hihetetlen. Sorry guys, it's cold. Hello. Tessék, most is beáldoztam magam. Csak vélek fog nézni. Most kamerát. Ne az orkát! Ne a koszosabb a tüveget! Igen, azért, nem azért adtam a kezedbe. Nem kell kiraknod, csak az az ablak környékére. Úgy. De úgy jó. Nem fog kiesni. A létszik nem. Csak ki ne fújja a szél a kezed. Most rossz a fókusz. Peti. Dorka. Hoppa. Azért ez is mekkora gáz már, hogy gyakorlatilag megvan a kislánynak az 5 vizsgája, és a 6-ból kicseszik, amire ráépül egy másik. Mikor van a póknak telefonja? Oda vagy a sarokból is telefonja. Igen. Hát, hogy érzed magad itt a síjelésen? Nagyon jól. Az áldozatok csak bővülnek. Már csak Erika és Peti maradt. Meg Dorka. Nem, én megkaptam. És felismerted. Ja, tényleg. Ez így igaz. Erikával nem merek kezdeni. Jó, a legerősebb közületek. Nem fog tudni megállni! Bravo, bravo! Hoppá! Hoppá! Hát igen, bravo! Activity visszavágó. Hát visszavághatnak, akik nem lettek első. Apa. Ez fog megölni. Vasárnap van, az utolsó nap, vagyis hát ma már indulunk haza. 8:51.
De mi a legkitartóbbak, még tettünk egy órás jegyet, úgyhogy csapatjuk. Még egyszer lecsúszunk a tetejéről, elbúcsúzunk a hegytől. Szia hegy! Ja, oda! Szia hegy! Nagyon szuper lesz! This is you ending fire, and we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. High. And if we should die, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Calling out Father, oh, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire